Üdvözöllek! Következő geometria feladatot fogjuk megoldani differenciál számítás segítségével. Tegyük fel, hogy a háromdimenziós térben implicit módon van megadva egy felület. Például képzeljük el, hogy az x négyzet, meg y négyzet, meg z négyzet egyenlő c az egyenlet. Ez ugye tudjuk, hogy ha a c negatív, akkor üres halmaz. Ha C egyenlő 0, akkor az origó, tehát egy pont, ha pedig C egy pozitív szám, akkor pedig ez egy gömb felület. Tehát ez sokkal általánosabb, mint hogyha úgy adnánk meg egy felületet a térben, hogy Z egyenlő FXY. Ez egy explicit módon megadott felület, ennél ugye sokkal általánosabbak az implicit módon megadott felületek. Feladat az, hogy ennek a felületnek egy P pontjában keressük meg az érintő sík egyenletét. Érintő sík, ez egy olyan sík, amelyik tehát azt tudja, hogy a P pont az közös pontja a felülettel, másrészt bármely ott hala, azon a ponton áthaladó és a felületre illeszkedő görbét érint. Nézzük akkor a megoldást. Legyen a felületen levő görbe így megadva, tehát a görbéket sokszor egy T-vel paraméterezzük, RT egyenlő FT, GT, HT. Tegyük fel, hogy ez egy úgymond szép görbe, tehát hogy deriválható. Ugye az ilyenek deriváltját azt úgy kell érteni, hogy koordinátánként deriválunk. Ha ez az RT, ez benne van a felület halmazon, akkor ez azt jelenti, hogy ha ide az XY Z helyére beírjuk az FT-t, GT-t, HT-t, akkor ez egyenlő lesz C-vel, amit tehát így írhatunk fel összetett függvényként, hogy F kör R, tetszőleges tére, ez egyenlő C-vel. Ez egy összetett függvény, deriváljuk. Ugye a C konstans deriváltja az nulla lesz. Hogyan deriváljuk az összetett függvényt? A láncszabály segítségével. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy a φ-t deriváljuk, utána az r-re deriváljuk, és a kettő szorzatát kell képezni. Mi lesz a φ deriváltja? A φ az egy háromváltozós számértékű függvény. Tehát akkor annak a deriváltja az egy vektor. Az r-vesző az egy vektor. Hát amit itt kapunk, az egy skaláris szorzat. Tehát ennek a skaláris szorzatnak nullával kell megegyeznie. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez a gradiens vektor, ez merőleges az r-vesző tére. Mi az r-vesző t? Ez az egy olyan vektor, amelyik a t pontban érinti a görbét. Milyen a felületünk, az érintősíkunk? Az is érinti a görbét. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az R vesző T, ez benne van az érintőségben. És itt bárhogy veszünk fel görbéket, azoknak az érintői ebben a pontban mind-mind benne vannak az érintőségben, tehát mindegyik merőleges lesz a gradiens vektora. És akkor ez már elegendő lesz ahhoz, hogyha megadjuk ennek a P pontnak a koordinátáit, vagy úgy, hogy x0, y0, z0, vagy úgy, hogy megmondjuk, hogy milyen t0 paraméter esetén halad át ott ez a görbe, akkor már föl tudjuk írni az érintőség egyenletét. Nézzünk egy példát. Legyen a gömb felületünk olyan, hogy az r négyzet egyenlő 6, tehát a sugar az gyök 6, és ebben a pontban keresjük az érintőség egyenletét. Ez a pont valóban rajta van a felületen, hogyha behelyettesítjük ennek a pontnak a koordinátáit, akkor valóban 6-ot kapunk. Tehát akkor ezek szerint, ez így néz ki ez az implicit felület, hogy phi x, y, z egyenlő 6, ahol a phi R3-ból képez R-be, és így módon ezzel a képlettel van megadva. Nézzük meg, hogy egy általános pontban mi lesz a gradiens vektor. A gradiens vektort az úgy kell képezni, hogy kell az x, y, z szerinti parciálisakat fölírni, látjuk, hogy ezek folytonosak, akkor ebből következik, hogy
hogy akkor létezik a gradiens vektor, és a gradiens vektor az meg fog egyezni a parciálisokból felírt vektorral. Lesz az 1, 2, mínusz 1-ben akkor ez a gradiens vektor, ez a 2, 4, mínusz 2 lesz, ami tehát nem más, mint a síknak az úgynevezett normál vektora, tehát merőlegesre. És akkor tudjuk, hogy ilyen esetben, ha adott egy pont, adott egy normál vektor, akkor hogy lehet fölírni a sík egyenletét, ami tehát illeszkedik arra a pontra, és az a vektor az lesz az ő normál vektora. Kiszámoltuk, tehát 2, 4, mínusz 2. 2x plusz 4y mínusz 2z, ez a 12 pedig úgy jön ki, ez 1, 2, mínusz 1-et ide behelyettesítjük az x, y, z helyébe, az 12, és ide írjuk az egyenlőséget. Hát jó, ezt most jelen esetben lehetne egyszerűsíteni 2-vel, az ugyanaz, de az, ami nekünk fontos, tehát, hogy megkaptuk implicit felület érintő síkját egy adott pontban, két dimenzióban, nem érintő felületről, vagy érintő síkról beszélünk, hanem érintő egyenesről. Tegyük fel, hogy adott implicit módon ez a görbe. Házi feladat meggondolni, hogy ez egy ellipszis. Tehát akkor a phi x y az ugye a bal oldal lesz, 3x négyzet plusz 2y, és az a feladatunk, hogy majd meg kell határoznunk egy pontban az érintő egyenes egyenletét. Meg kell határoznunk, tehát a gradiens vektort deriválunk. 6x, 4y, akkor ugye a parciális deriváltak folytonosak, ezért akkor a gradiens vektor létezik, és egyenlő lesz a parciális deriváltakból képezett vektorral. Tehát nagyon fontos, ezt kihangsúlyozom, hogy pusztán abból a tényből, hogy léteznek a parciális deriváltak, még nem biztos, hogy a totális derivált jelen esetben a gradiens vektor is létezik. Általában a parciális deriváltak folytonosak szoktak lenni, és az pedig egy tétel volt, hogy akkor már a gradiens vektor is létezik, és megegyezik a parciális deriváltakból fölírt vektorral. A kettő egy pontban nézzük meg az érintő egyenes egyenletét. Akkor azt ide be kell helyettesíteni. Ide 2, 1, 12, 4, illetve be kell helyettesíteni ide is, akkor majd azt kapjuk, hogy 28. Tehát a 12-t ideírjuk, a 4-et ideírjuk, 2-t ide, 1-et oda az y-helyére, 28, egyenlővé tesszük, és akkor már is megkapjuk az ellipszis érintő egyenesét ebben a pontban. Nézzünk egy kevésbé egyszerű példát. Legyen a felületünk x köb meg 2y négyzet mínusz z egyenlő 0. Ennek szeretnénk meghatározni a 2, 1, 10 pontban az érintő sík egyenletét. Tehát akkor a phi x, y, z így írható fel. Akkor megnézzük a gradiens vektort, ugye így deriváljuk, tehát a phi-t deriváljuk x szerint, y szerint, z szerint, akkor megkapjuk a gradiens vektort. Ez a gradiens vektor 2, 1, 10 pontban, azt úgy kapjuk meg, hogy ide beírjuk az x helyébe a 2-t, y helyébe az 1-et, és a z helyébe a 10-et. Ugye hát itt most nincs z, tehát akkor azzal nem kell foglalkoznunk. Megkapjuk az érintő sík normál vektorát. És ha meg akarjuk kapni az érintő sík egyenletét, akkor itt az x, y, z-be behelyettesítjük a 2-t, az 1-et, és végül 10-et. Tehát ez lesz az érintő sík egyenlete.